Üdvözöllek! A kézmozdulatokkal történő vezérlés nem egy olyan új keletű dolog igazából, persze alapvetően leginkább az érintő kijelzővel rendelkező eszközökön találkozhatunk ezzel, de tulajdonképpen hagyományos számítógépen is van erre lehetőség. Jellemzően leginkább a böngészőkben találkozhattál eddig ezzel, bár igazából tapasztalatom szerint túlságosan sokan nem szoktak ezzel élni, ugyanakkor vannak ingyenes megoldások is erre, amellyel akármilyen programban használhatunk kézmozdulattal történő vezérlést. Az egyik ilyen program a Strokes Plus név hallgat, és ezen az oldalon érhető el. Az úgy működik, hogy az egérre rajzolunk valamilyen alakzatot, akkor annak a hatására valamilyen művelet történik. Hogy milyen művelet történik, az igazából eléggé változatos. Egy csomóféle művelet lehet. Maga a program is ad már egy csomó műveletet készen, amiket csak használni kell, de igazából lehet beszerezni ilyen műveleteket, valamint akár újakat készíteni. Úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb az, ha megnézzük, hogy ez hogyan működik. Itt a download menüpontban be tudjuk szerezni. Látható, itt van egy csomó régebbi verzió is, de alapesetben úgy gondolom, hogy talán a legfrissebb célszerű, ami ez lenne. Kattints rá. Van itt 64 bites, meg 32 bites is. Célszerű volna a megfelelőt letölteni. Hogyha nem tudod, hogy a számítógépet 64 vagy 32 bites, vagy hogy egyáltalán ez a 64 meg 32 bit, akkor itt a videó tanfolyamon, hogyha rákeresel arra, hogy 32 vagy, és Enter, akkor itt van, hogy 32 vagy 64 bit, hát ezt nézd meg, vagy ha annyira nem érdekel, hogy mi ez az egész, akkor ha a Google-ben rákeres arra, hogy Windows 32 bites vagy 64 bites, akkor itt a második találat, miként állapítható meg, hogy a Windows 32 bites vagy 64 bites. Itt lesz egy leírás, de tulajdonképpen, ha itt lejjebb görgetünk, akkor itt van, hogy jelenleg 64 bites operációs rendszert használ, neked pedig vagy 64 szintén, vagy 32 bit lesz ide kiírva. És hát akkor igazából, hogyha 64 bites, akkor látható, hogy itt vannak a telepítős változatok, meg a hordozható változatok, amiket nem kell telepíteni, illetve itt van a 32 bites is. Na most én tudom, hogy nekem 64 bites kellene, és van ez az úgynevezett aláírt változat. Hát célszerű ezt választani, de ez csak Windows Vista-tól Windows 10-ig használható. Az Unsigned változata, ami nincs aláírva, az pedig az XP-től használható. Hát hogyha XP-n szeretnéd használni, akkor ezt kell beszerezned. 64 bit esetén, 32 bit esetén pedig ezt. Hát nekem erre lenne akkor szükségem, most akkor a telepítőset néznénk meg inkább, akkor ezt én ki is választom, és akkor ez letöltődik, hát másfél megabájt, le is töltődött, dupla klikkel elindítom a telepítést, next, elfogadjuk a használat feltételeit, és akkor next. Be lehetne állítani, hogy hova szeretnénk ezt telepíteni, de abban az esetben, hogy te is ezt az aláírt változatot választottad, akkor célszerű a program files mappában hagyni. Tehát akkor hagyjuk itt, és akkor next, next, install, telepítés. És akkor látható, hogy itt kapunk is egy figyelmeztetést erre vonatkozóan, hogy az aláírt változatot választottuk, és a felhasználói fiókok felügyelete be van kapcsolva, akkor ezt a programot a program files-ba kell telepíteni. Hát mi oda telepítettük, ugye? És akkor oké. Okay. Rendben, finish. Indítsuk csak akkor el. A Stormerből fogom elindítani. Rákeresek, és akkor itt van Strokes Plus. Látható, hogy elindult, megjelent a tanulatálcán. Jobb egérrel kattintunk rá, és akkor látható, van itt egy csomóféle lehetőség. Választok ezt a Preferences-t. Amit itt célszerű beállítani, ez van ez a Stroke Button. Ez azt jelenti, hogy melyik egérgombot kell lenyomva tartani, ahhoz, hogy tudjunk ilyen kézmozdulatokat csinálni. Hát ez jelenleg a jobb egérgomb. De lehetne a középső, a left, meg az X1, X2. Ez az X1, X2 két ilyen plusz gomb az egéren, már hogyha van rajta. Ami még fontos, az Ignore Key. Ha lenyomva tartjuk az adott gombot, amit be van állítva, akkor figyelmen kívül hagyja az éppen rajzolt alakzatot. Megvan ez a Cancel Delay, ez fél másodperc, ez így jó szokott lenni. Ezt majd mindjárt látni fogod, hogy mit jelent. Aztán van a Stroke Style, hát ez egy ilyen szín, tulajdonképpen meg is mutathatom. Lenyomom a jobb egeret, nyomva tartom, és rögtön elkezdem mozgatni. Látható, húztam egy vonalat. És ez egy olyan műveletet eredményez, ami a böngésző visszagombjának megnyomását jelenti. Hát látható, hogy járkálok előre-hátra. A másik irányba csinálom, akkor pedig előre. Tehát nem kell nekünk itt vándorolni a gombokhoz ide, hanem csak itt egyszerűen helyben látható. Ez itt tökéletesen működik. Elhúzom erre jobbra, vagy balra, és
akkor hát látható. Ez ilyen egyszerűen használható. Nem kell sem a billentyűzetet mutatni mondjuk a backspace után, sem pedig ide nem kell elvándorolni. Hát ez önmagában egy elég hasznos dolog, úgy gondolom. És látható, hogy ez a szín van itt beállítva. Hogyha a Ctrl gombot lenyomom és nyomva tartom, akkor látható, hogy hiába nem tudok rajzolni, hanem a helyi menü jelenik meg. A jobb legeres helyi menü. Itt a stroke button persze át lehet állítani, például a középségér gombra a görgő szót az lenni, de azt talán nem annyira kényelmes. De hát kinek mi az igénye, természetesen azt állítja be. Meg az az ignore key is állítható természetesen néhány gombra. Van ez a cancel delay, ez pedig azt jelenti, hogyha lenyomom a jobb egeret, és nem kezdem el mozgatni fél másodpercen belül, akkor utána már hiába mozgatom. Látható, nem történik semmi. Ez egy általában jó szokott lenni, ez a fél másodperces érték. És igazából ezek az alapbeállítások vannak. A szint azt át lehet állítani, de piccolóra kattintva, de általában ez az szín, ez jó szokott lenni. De hát mindenki be tudja ezt állítani igazából. Magukat, ezeket a műveleteket egyébként ezen a lapon lehet elérni. Hát látható, itt vannak ezek az ábrák. Ilyen alakzatokat kell rajzolni ahhoz, hogy valami történjen. Látható, hogy ezek ilyen kategóriákban vannak osztva. Ez a global, ez azt jelenti, hogy ezek mindenhol, minden programban elérhetőek. Látható, van ez a clipboard paste is. Ez úgy értendő, hogyha kimásolunk valamit, másolás művelete az a fentről lefele irányuló vonal. Mondjuk most itt valamit kijelölök, és akkor ezt így felfele elhúztam, ezzel megtörtént a kimásolása. És beállok például ide, beillesztés az a lefele irányuló vonal. Így. Látod, hogy be is illesztett a szöveget. Nem kell se Ctrl-C, se Ctrl-V, se jobb egér másolás, se semmi. Természetesen ez a copy-paste művelet, ez mindig az adott helyzetnek, az adott programnak megfelelően értendő. Jelen esetben ez a kijelölt szövegre volt értendő. Látható, ilyen egyszerűen használható. Persze van itt meg egy csomó más egyéb művelet is, és ezek mindenféle programban működnek, amelyek ebben a kategóriában vannak. Van itt például a desktop, itt van meghatározva egyébként a file name, hogy mely program esetén legyenek érvényesek ezek a kézmozdulatok, ezek az ábrák. Az Explorer-X esetén. De például itt van a böngészőkre vonatkozó beállítások. Ezek csak a böngészőkben érvényesek. Látható itt van. Felsorolás jelleggel Firefox, Chrome és az Internet Explorer. Ezek csak a böngészőkben érvényesek. Amik itt a globálisban vannak, azok pedig minden programban érvényesek. Nézzük ezt akkor így végig, hogy mik vannak, amik úgy érdekesebbek. Hát például itt van a clipboard copy, ez a másolás vágólapra, a paste az pedig a beillesztés volt, de van a kivágás, és ez pedig a cut, az egy ilyen alakzatot kell rajzolni. Még úgy izgalmasabb lehet az Open Explorer, hát ez a file kezelő, vagy a Windows intéző, Windows verziótól függően, ez az E betű. Próbáljuk ki, akármilyen más programban állhatunk egyébként. Itt vagyok egy böngészőben, rajzolok egyet, és látható, hogy megnyílt a fájlkezelő. De például itt van a Google is, ezzel a Google fog megnyílni egy böngészőben, az alapértelmezett böngészőben. Ez egy gépet kell rajzolni, látható, hogy meg is nyílt. Persze állhatunk mi akármilyen más programban, nem kell a böngészőben állni. Látható, tökéletesen működött így is, hogy itt van például a frissítés, és valóban újra töltött a Google. Itt van a visszavonás is például. És hát ezek vannak, de tulajdonképpen mi ezeket mindet szabadon tudjuk módosítani, valamint törölhetjük is őket, és persze hozzá is adhatunk. Ezt akkor megnéznénk még a következő videóban.